Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Újpest Dunaújvárosi Arcédikák mérkőzést követő sajtótájékoztató. A mérkőzés végeredménye 7-4 lett az Újpest javára. Szeretném köszönteni a részvevőket, a vendégtől Nikó Aronát, míg a hazaiaktól Virág Csabát. Először a vendégszakember szeretném kérdezni. So, Nikó, how do you see the game from the bench? I feel if I go shortly everything, 30 minutes, 35 minutes we were in the game today. And then I would say already a little bit typical for us that then there is some sort of like a switch what turns everything off and we forget everything what we were supposed to do and they just continue playing today and deserve the win, no doubts about that. And but a good thing is that we have a game again tomorrow, so now we just sleep over this and start focusing on the game tomorrow. I don't think there's anything what we can take from this game too. You said that your team was in a game like 40 minutes, but what happened exactly? That's a good question. Thank you. But yeah, we have struggled with that some games already during this last 5, 6, 7 games. And a little bit the same recipe for all the games, but I don't think it's the answer is that simple, and I know that the answer is very simple. We just have to work hard. You know, that's pretty much how the things should go, and that's a winner's last period, and we have experienced that too many times in different way. Thank you, Csaba. A hét lőtt, azaz abszolút azt gondolom, hogy nincsen probléma, a 4 kapottól még lehet dolgozni, és talán azért jó ez a 3 pont, mert nem csak a fal alá tesszük be, de talán ezt a mérkőzést úgy húztuk be, hogy 4 kulcsjátékosunk nem volt a jégen. Te hogyan láttad a mérkőzést a kispadról? Hát igazából elmondtad azt, amit nekem kellett volna mondani, úgyhogy igazából abszolút egyetértek. Nyilván nem könnyű ennyi kulcsember hiányában, de az biztos, hogy az ott a kérdés, hogy mennyire tudunk csapatként játszani, hogy mennyire tudunk ugyanabban a könyvről olvasni, illetve hogy előre tudnak elépni olyan emberek, akik úgymond a kulcsjátékosok helyett tudnak pontokat szerezni. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ez megtörtént, és nem csak egy ember, hanem többen is. Nagyon sokan nyújtottunk nagyon jó teljesítményt, ahogy mondod, a 4 kapott úl a sok. Kicsit túl sok rizikot vállaltunk a harmadik harmadban, hogy kicsit elvitt minket a hív, amit nem szabad engednünk, mert nem minden nap fogunk négynél több gólt lőni. Úgyhogy ez fontos, hogy a védekezésünk az rendben legyen, de összességében elégedettek lehetünk a mai meccsen. 28-án jön a hoki ünnepnek a második felvonása, de még előtte utazik a csapat 23-án Miskolcra. Erről a meccsről mit viszünk magunkkal? Elég sok minden, nagyon sok minden jól csináltunk. Az biztos, hogy nagyon sok energiát fektettünk ebbe a mai mérkőzésbe, és tényleg jó sebességgel fokiztunk. Nyilván hibák vannak, mindig is lesznek. A lényeg az, hogy redukáljuk azoknak a könnyű hibáknak a számát, amikből komoly gólhelyzetet tudod el kialakítani. Ezen kell dolgoznunk, és jó beleszállunk a következő mérkőzésbe. Mindkettő vezetőedzőnek köszönöm szépen az értékelést, köszönöm a sajtótájékoztatót. Thank you. Okay, come on.